Nézzünk egy másik nagy témát, fontos témát. Nincsen egyelőre győztese az amerikai elnökválasztásnak. Elképzelhető, hogy napok, sőt hetek telnek még el, mire kiderül, hogy Donald Trump maradhat a Fehérházban, vagy a demokrata Joe Biden átveszi a hatalmat. Az biztos, hogy Trump megint meglepetést okozott. Hiába hangoztatta a média nagy része, hogy esélytelen, rácáfolt már megint a kutatásokra. A cunami-szerű diadalban reménykedő liberálisok egyelőre csalódottak lehetnek, de még nincs vége. We were getting ready for a big celebration. Nagy ünneplésre készülünk, micsoda szavazás, micsoda siker. Ezekkel a szavakkal lépett támogató jelé Donald Trump az elnökválasztás éjjelén a Fehérházban. Bár még nincs egyértelmű nyertese a szavazásnak, a republikánusok jelöltje már győzelmet hirdetett. This is a record. Soha ennyien nem voksoltak ebben az országban, mint most. Soha nem támogatták még ennyien a munkánkat. Olyan államokat is megnyertünk, amelyekre nem is számítottunk. Például Floridát, ahol nagy különbséggel nyertünk, de nyertünk Ohioban és Texasban is, fogalmazott Donald Trump, miután több úgynevezett csatatér államban is megszerezte a vezetést. Az elnök utalt arra, hogy úgy látják, jelentős csalások történnek a szavazatszámlálások során, ami szerinte nagyon kínos és csalódást keltő, és készen áll a legfelsőbb bírósághoz fordulni ezen ügyek miatt. Joe Biden kampánystábjának vezetője szerint Trumpnak nincs törvényes hatalma arra, hogy saját magát kiáltsa ki győztesnek, vagy hogy befolyásolja a szavazatszámlálást. Joe Biden maga pedig úgy fogalmazott, hogy győzelemre számít. Sokak szerint az elnökjelölt nem alaptalanul optimista, hiszen megszerezte a legnépesebb állam Kalifornia támogatását, és az eddigi eredmények szerint 51%-ot szerzett Arizonában is. Az idei elnökválasztáson ez az első állam, ahol a korábbi republikánus többség demokrata párti győzelemre fordulhat át. Most azért vagyunk itt, hogy elmondjam, jó úton haladunk afelé, hogy megnyerjük a választást. Tudtuk már a rekordszámú előzetes Vox és a levélszavazat alapján is. Türelmesnek kell lennünk, mert eltart még egy ideig, amíg kemény munkával összesítik az eredményt, nyilatkozta Joe Biden, és azzal fejezte be, hogy a választásnak csak akkor lesz vége, amikor minden egyes szavazó cédulát összeszámolnak. Amire valószínűleg még napokat kell várni, mert a koronavírus járvány miatt az előző választásokhoz képest most sokkal többen voksoltak levélben. Ezeknek a szavazatoknak az összesítése viszont lelassíthatja a végeredmény közzétételét. A nagyon szoros eredmény azonban már most borítékolható. Ráadásul, ha a levélszavazatok döntik el a választást, akkor a vesztes fél valószínűleg jogi lépéseket tesz majd. Folytatjuk még Lukocki Gáborral, aki Los Angelesből jelentkezik. Néztem éjjel a CNN adását, ők nem titkoltan abban bíztak, hogy csúnyán elzavarják az amerikaiak Donald Trumpot. Nem ez történt. Annyit tudunk, hogy nem ez történt. Jó estét kívánok mindenkinek! Az elmúlt napokban ugye folyamatosan jöttek az újabbnál újabb közvéleménykutatási adatok, amelyek szinte mindegyik a demokrata jelölt Joe Biden győzelmét vetítették előre. Azonban óráról órára derült ki, hogy ez nem így lesz. Ez érződhetett tegnap este, amikor te is vártad az eredményt és nézted az amerikai hírcsatornákat. A 2020-as amerikai elnökválasztás igen szoros, de messze nem az történt, amit a demokraták vizionáltak, hogy Donald Trumpot, mint ahogy fogalmaztál, elzavarják az amerikai emberek. A jelenlegi állás szerint is látható, hogy az amerikai embereknek nem lett elege Donald Trumpból. 4 évvel ezelőtti választási ígéreteit sorra teljesítette, az amerikai gazdaság szárnyalt, az amerikai emberek biztonságban érezték magukat, még a Covid alatt is, amikor támogatásban részesült minden amerikai adófizető. Trump elnök nem változtatott retorikáján sem, továbbra is azt mondja, amit igaznak hisz vagy gondol, és úgy tűnik, hogy Joe Biden modorosságával nem tudott komoly versenybe szállni Donald Trumppal. Egyelőre azonban még mindig nem jelenthetjük ki, hogy ki lesz az Egyesült Államok 46. elnöke, miután a szavazatok, a levélben adott voksok összeszámlálása még mindig tart. Én úgy fogalmaznék, hogy van rengeteg ember, akinek nincs elege Donald Trumpból, és körülbelül ugyanennyi ember van, aki ellene szavazott. A nagy kérdés, hogy hol lesz 50 fölött egy picivel, vagy ki lesz 50 fölött egy picivel, kinek lesz több elektori szavazata. Mikorra lehet meg, hogy ki lesz az elnök? Tegnap este ugye kiderült, hogy nem egy elnökválasztási napról beszélünk, hanem
egy választási hétről, ami biztos, hogy az amerikai posta gyors és megbízható, tehát a levélben leadott voksok gyorsan beérkezhetnek, de még mindig vannak olyanok, amelyek úton vannak. Több 10 millióan választották a levélben történő szavazást, ezt látták biztonságosabbnak a koronavírus járvány miatt, nem akartak személyesen elmenni és voksolni. Minden olyan levélszavazat érvényes egyébként, amelyet a választás napjáig postára adtak, ezt a postabélyegző igazolja. Napokon belül lehet eredmény, ha csak a két elnök jelölt közül valamelyik nem tesz jogi lépéseket és megtámadja az eredményt, és újra számolják a szavazatokat. Formálisan majd az Egyesült Államok elektori kollégiuma választja meg az amerikai elnököt december közepén, szóval addig még bőven van idő szavazatokat számlálni. És a két jelölt mellett a jogászok is főszerepet kapnak majd. Gábor, nagyon szépen köszönjük!